A zentai Tiszapartot tisztították meg a diákok a világhálón terjedő akcióban. A helyszín egyenlőre szemétmentes. A résztvevők egy iskolai óra leforgása alatt 300 liternyi hulladékot gyűjtöttek össze. Találtunk zacskókat, különféle üvegeket, egy tornacipőt és egy papucsot is, meg különféle műanyag kupakokat, illetve üvegeket. Az akciót Újházi Tamás, a közgazdasági és kereskedelmi iskola tanára vezette, és két elsős osztály, több mint 20 diák vett részt benne. Azért volt fontos a szemétszedés, hogy felhívjuk az embereknek a figyelmét arra, hogy tisztán tartsák a környezetet. Azért volt fontos, hogy védjük a környezetünket, és hogy ne szemeteljünk annyit, mivel nagyon káros, és nagyon reméljük, hogy sok mindenkinek nyújtottunk ötletet, hogy ne szemeteljenek, és hogy ők is összeszedjék a szemetet. A zentai diákok további környezetvédelmi akciókon vesznek részt, még a tavasz folyamán faültetést szerveznek a városban.